Megnyerte a selejtező csoportját a női labdarúgó bajnokok ligájában a kolozsvári Olimpia, amely a legjobb 32 között az egyik lehető legnehezebb ellenfelet kapta a sorsoláson. A szlovéniai Lendván rendezett csoportban a kolozsváriak legyőzték az észt Pirnu, a montenegrói Ekonomist és a házigazda Pomurje csapatait, így maximális pontszámmal végeztek a csoport élén. A BL ezek után az egyenes kieséses fázissal folytatódik. Az első körnek a sorsolásán az Olimpiának a francia bajnok Paris Saint-Germain jutott ellenfélnek. A mérkőzés a Kolozsvár arénában játszák október 7-én. A marosvásárhelyi City a teremlabdarúgói ismét a bajnoki cím elhódításának gondolatával kezdik meg az idényt. Kacsó Endre edző szerint azonban ez idén sem lesz egyszerű feladat. A marosvásárhelyi csapat kerete változásokon ment át a bajnoki szünetben, miután a szakvezetés megvált több olyan játékostól, akivel nem volt megelégedve, és egy teljes sor jó képességű légióst igazolt Portugáliából, Brazíliából és Spanyolországból. Úgy tűnik, az idei keret így jelentősen erősödött, azonban a konkurencia sem tétlenkedett. Kacsó Endre edző elmondta, egyértelműen bajnoki címet akarnak, de küzdeni fognak a szuperkupáért és a román kupáért is. Két rivális lát a legnagyobb ellenfélnek. Temesvár, amit láttam, nagyon jó csapat. Én azt mondom, hogy mi velük fogunk játszani a bajnokságai és Dévával, mert Déva is elmentek két-három játékos, de azért igazoltak jó, nagyon jó játékosokat Romániából. Az idény szerdán a Superkupa döntőjével indul. A trófeáért a Citias és a Dévai Autobergamo játszik a kolozsvári Hóriá Démián csarnokban.